a béka király kisasszony. Élt egyszer egy olyan hatalmas király, hogy birodalma hatalmasabb volt minden más birodalomnál. Volt három fia is, egyformán szerette mind a hármat. Egy napon azután magához hivatta őket, és ezt mondta nekik. Gyerekeim, megöregedtem és a birodalmam óriási. Az ilyen öregemben nem tud már egy hatalmas országot olyan jól kormányozni, ahogyan szeretné. Ezért elhatároztam valamit. Királyságom harmad részét annak adom közületek, aki a legszebb sejmet hozza el nekem. Na jó, elindul hát a három királyfi, mindegyik másfelé. Bátor a legfiatalabbik, egész nap ment-ment előre, és estére egy nagy erdőbe ért. Fekete éjszaka volt, és úgy esett, mintha dézsából öntötték volna. Nagyon nyugtalan lett, nem tudta, mit tegyen, de szerencsére ekkor felfedezte, hogy messze a sűrűben valamilyen pici fény ragyog. Akkorka volt csak, mint egy gyertyalángja. Egyenesen feléje indult, és egyszerre egy nagy kastély állt előtte. Kopogtatott. Kop, kop, szólt az ajtó. De senki nem jelentkezett. A királyfi megint csak kopogott. Beszeretnél jönni, ugye? Csendült meg egy kedves hang. De én csak akkor engedlek be, ha megígéred, hogy feleségül veszel. Ó, oh, bizonyára tréfáz. Megígérjem, hogy feleségül veszlek, s még csak nem is láttalak. Ahogy kedvet tartja, maradj hát kint az esőben, ha azt hiszed, hogy így jobb. Hát jó, engedj be, és én megfogadom, hogy a feleségem leszel. Abban a pillanatban már is tárult az ajtó, és bátor belépett, de nem látott senkit. A teremben csak egy asztal állt, dúsan megrakva, incsiklandó pecsenyékkel, gyümölcsel és borral. A királyfi nagyon éhes és nagyon szomjas volt, rögtön az asztalhoz telepedett, erett és ivott. De alig nyelte le az utolsó falatot, egy egészen kicsi béka ugrott a térdére. Bátor, szólította meg a kis béka. Úgy látom, valamilyen gondod van, Mond el nekem, mi bánt, hát ha segíthetek rajtad. Te segíthetsz rajtam, te, te undok kis Béka, kiáltott rá bátor elég innen, ne is lássalak többé. Oh, oh, nagyon csúnyán beszélsz velem, kedves Bátor. Elfelejted, éppen most ígérted meg, hogy feleségül veszel. Hát nem vagyok a mennyasszonyod. Hogy én egy kis varangyot vegyek feleségül, ami sok a sok. Miért ne? Egyszer majd nagyon boldog leszel, hogy engem választottál. Bízzál bennem, és mondd el, mi hozott ide, a kastélyomba. Elmondhatom éppen, nem titok. De azzal ugyan nem jutok előbbre. Honnan tudod? Hát jó, ide hallgass. Hárman vagyunk testvérek és király apánk így szólt hozzánk. Menjetek világgá fiaim, és aki elhozza nekem a legszebb sejmet, az megkapja a királyságom egyharmadát. Hmm, ennyi az egész. Feküdj le, kedves királyfim, aludj nyugodtan, és ne bántson semmi. Még ma éjszaka elmegyek tündér keresztanyámhoz. Ő majd megmondja, mit kell tenned. És a kis béka ugrándozva eltűnt. Amikor másnap bátor felébredt, látta, hogy a békácska már ott várakozik ágya szélén. Na, kis béka, mi újság? Figyelj rám, bátor! Keresztanyám picike dobozt adott nekem s a lelkemre kötötte. Légy mindig nagyon engedelmes és nagyon udvarjas. Add ezt a dobozt vőlegényednek, és ő vigye tüstént királyi apjának. És hogy én is minél gyorsabban itt lehessek nálad, befogatott egy fapapucba. Egy kutya, egy macska, egy patkány és egy egér röpítettek haza. Köszönöm, kis békám. Add ide a dobozt, s hamarosan viszont látjuk egymást. Amikor bátor megérkezett apjához, a királyhoz, látta, hogy két bátyja megelőzte. Mind a ketten kiteregették már sejmeiket. Egyik szebb volt, mint a másik. Bátor átnyújtotta a kicsi dobozt apjának, az kinyitotta, és kiborult belőle egy végsejen. Olyan hosszú, olyan hosszú, és olyan finom olyan finom, s olyan könnyű, olyan könnyű sejem, hogy nem is akadt az egész hatalmas birodalomban akkor súly, amivel le lehetett volna mérni. Olyan volt ez a sejem, hogy könnyedén át lehetett fűzni a legkarcsúbb tűfokán is. A király rögtön döntött. Bátor, te hoztad el a legszebb sejmet. Neked adom hát királyságom első harmadát. De most a második harmadot is el kell nyerni, s az fogja megkapni, aki a legszebb kiskutyát szerzi meg nekem. Na jó, elindul még egyszer a három királyfi, mindegyik másfelé. Bátor egyenesen a kastélyba. Kop-kop kopogtat az ajtón, te vagy az bátor, én vagyok kicsi békám, gyere be! Belépett, s mint első alkalommal, most is hatalmas asztalt látott a terem közepén, dúsan megrakva incsiklandó pecsenyékkel, gyümölcsel és borral. Letelepedett az asztalhoz, s hatalmasan evett és kedvére ivott. Alig nyelte le az utolsó falatot, a kis béka már is a térdére ugrott. No, bátor, most mit kért apád? Ezt mondta nekünk. amelyikötök elhozza nekem a legszebb kiskutyát, az lesz királyságom második harmada. Ennyi az egész? Feküdj le, kedves királyfim, aludj nyugodtan, ne bántson semmi. Még ma éjszaka elmegyek tündérkereszt anyámhoz, ő majd megmondja nekem, mit kell tenned. És a kisbéka ugrándozva eltűnt. Amikor másnap bátor felébredt, látta, hogy békácskája már ott várakozik ágya szélén. Na kis béka, mi újság! Figyelj rám, bátor! Keresztanyám piciket dobozt adott nekem, és a lelkemre kötötte: Légy mindig nagyon engedelmes és nagyon udvarjas. Add ezt a dobozt vőlegényednek és ő vigye tüstént, de tüstént királyi apjának. És hogy én is minél gyorsabban itt lehessek nálad, befogadott egy fapapucsba. Egy kutya, egy macska, egy patkány, meg egy egér röpítettek haza. Köszönöm, kis békám, add ide a dobozt, s hamarosan viszont látjuk egymást. Amikor Bátor visszajött apjához, megint csak ott találta két bátyját. Mind a ketten hoztak egy kutyát. Egyformán kicsi és szép volt mind a kettő. Bátor átadta a doboz apjának, az felnyitotta, és kiukrott belőle egy kutya, olyan kicsi, olyan kicsi, és olyan kedves, olyan kedves, hogy elképzelni sem lehetett törékenyebbet és kecsesebbet. A király rögtön döntött. Bátor, te hoztad a legszebb kiskutyát, neked adom hát királyságom második harmadát is. De még az utolsó harmadot is el kell nyerni, és azt kapja meg, aki a leggyönyörűségesebb király kisasszonyt vezeti ide, hogy a menyem legyen. Na jó, elindul hát utoljára a három királyfi, mindegyik másfelé, bátor, egyenest a kastélyba. Kop, kop, kopogtat az ajtón. Te vagy az bátor, én vagyok kicsi békám, gyere be! Belépett, mint eddig, most is ott állt a hatalmas asztal, dúsan megrakva incsiklandó pecsenyékkel, gyümölcsérés borral. Nagyot evett és sokat ivott, s amint lenyelte az utolsó falatot, a kisbéka a térdére ugrott. Szegény királyfim, ma szomorúbbnak látlak, mint máskor. Apát talán olyasmit kíván, amit nagyon nehéz előteremteni? Jaj ah, bizony, azt mondta most, aki a leggyönyörűségesebb király kisasszonyt vezeti elén, az kapja királyságom utolsó harmadát. Hmm. Hát ez már nehezebb. De ne félj, még ma éjszaka elmegyek tündérkeresztanyámhoz. Te azonban ne várj meg, rögtön fordulj vissza apádhoz. Jól van, kis Béka, azt teszem, amit tanácsolsz, rögtön visszafordulok apámhoz, és bátor szomorúan megtörtén, mindenről lemondva elhagyta a kastélyt. A kis béka beállított tündér anyához, aki így fogadta. Tudom, miért jöttél. Ülj be a fapapucsba. A kutya, a macska, a patkány meg az egér elrobognak veled, de ne feledd. Légy mindig nagyon engedelmes, és főként nagyon udvarjas azokkal, akikkel útközben találkozol. A többit pedig bízd rám. A kis béka beszállt a fapapucsba, és szélsebesen eltűnt. Útjában egy hatalmas folyóhoz ért, amelyen át kellett jutnia. A folyópartján mosónők súlykolták a ruhát. Kutyám, macskám, patkányom, egerem, szólt a kis béka. Nagyon óvatosan menjetek át a folyón. Ne piszkítsuk be a vizet ezeknek a jó asszonyoknak, akik itt mosnak. Alig mondta ki ezt. A fa világ legfényesebb hintója lett. A kutya, a macska, a patkány meg az egér kényesen lépkedő paripákká változtak. És a kisbék a helyén egy király kisasszony ült. Frissebb, mint a hajnal, s ragyogóbb, mint délben a nap. Ekkor a ruhát súlykoló asszonyok közül az egyik megszólalt. Lányom, én vagyok a keresztanyád. Mosónő ruhájába bújtam, hogy lássam, meghallgatod a -e tanácsomat. Udvarjas vagy-e azokkal, akikkel utadban találkozol? Engedelmeskedtél, és ezért újra az a szép, fiatal király kisasszony leszel, aki azelőtt voltál. Most pedig menj a királyhoz, és ne félj semmitől. Amikor fogatán megérkezett a kicsi király kisasszony, az egész udvart elkápráztatta. Még soha nem láttak csodálatosabb hintót, nemesebb paripákat, elbűvölőbb király kisasszonyt. Ő meg leszállt a kocsiról. Bátorhoz lépett, és kezét nyújtotta neki. Bátor, apád és két bátyát gúnyolódtak veled, mert menyasszony nélkül jöttél haza. Hát, itt vagyok. Te egy kis békának ígérted meg, hogy feleségül veszed. Én vagyok az. Eljöttem, hogy szabadnak állj. Ki volt a legboldogabb? Bátor. És ki maradt szégyenben? A két bátja. A királynak el kellett ismernie, hogy soha nem is álmodhatott szep feleséget a fiának. Oda is adta nyomban bátornak királysága utolsó harmadát. Hét országra szóló lakodalmat csaptak. Én ott voltam, tanúskodhatom róla, és maga bátor bízta rám, mondjam el nektek, hogy milyen boldog. Megkapta az ő gyönyörűséges király kisasszonyát.